'Cause I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money. This is my story of my breakup. I'm a scarce from old Chicago town. És a végén még a magas C-t is kivágták. Szuper jó. Na gyertek, gyertek. Segítsek, gyere Vivike. Megérdemled. Hát azt külön szeretném kiemelni, hogy azért ugye Simon Kornéliknál az volt a beosztás, hogy a páros profi énekes énekelt sokkal többet, itt viszont Vivi vitte a hátán, tehát meg, ő az, aki végénekelt. Arra akarod felhívni a figyelmet, hogy ott is a Jani Csákvecó volt a lány, itt meg a Mádai Vivi. Ezek tényszerűen így kellett megoldani a dalt. Figyelj, tényleg jól énekeltél, Vivi, tehát el kell, hogy mondjam, hogy nehéz a dal, van egy komoly hangterjedelme, de meg kell támasztani a dolgokat. Fontos leszögezni ugyanakkor, hogy a szán az nem szan, de erről majd beszélgessünk, ez egy apró kis nyelvi nehézség volt. Ugyanakkor neked baromi jót tett, Vivi, hogy lejött rólad a tét, mert te már itt ebben az utolsó körben nem versenyezni mentél fel a színpadra, hanem afterozni. Tehát ez teljesen... És Csipa is, te? Teljesen tisztán, abszolút a Csipa is el volt varázsolva. De egyszerűen az van, hogy a Vivire ránéztem, és ő már nem versenyzett, ő már 20 óra itt a rövidet, tehát ő már ott afterozni ment föl ott az MLV-re, belazult ebbe az Ószfejdíszbe, nagyon-nagyon cuki volt, imádtuk mind a ketten, azt gondolom, hogy egy óriási nyertesei vagytok ennek a műsornak, mert teljesen új arcotokat láthatta meg a közönség, hogy azt gondolom, bármi is legyen a végeredmény, mindannyian, így ti is nyertesek vagytok, gratulálunk és köszönjük az elmúlt 10 hetet. Mi is nagyon szépen mindenkinek tényleg. Ugyanaz nekem azt mondani, mint Tibi, hogy olyan szerettem titeket, hogy azért rengeteg nehéz produkció volt eddig. És most ilyen kis felszabadulás volt, ami diszkó hangulat, nem annyira éreztem most az a kis stressz benneteket, hogy most legyen buli a finálében, most Csipa nagyon jól nyomta azt a kis bonéem tanc ott az oldalon. Vivi, figyelj, jól énekeltél, mindig mosolyog, szép vagy, mindig lehet érezni, hogy te soha nem mulatkozol a színpadon, te itt vagy, mert szeretsz, amit csinálsz ott a színpadon Csipával. Gyerekek, hibatlan volt, nem tudok más mondani, hibatlan. Köszönjük. Andi? Én csak annyit láttam, hogy a Csipa akkor szabadult fel, amikor végre lejöhetett onnan a pulpitusról, és itt dobhatott egy ilyen... Mutasd még egyszer azt a tánclépést, azért nem akármilyen. Igen, tehát itt éreztette azt, hogy az eredeti. Hazaértél. Az eredeti, ez komoly, igen. Óriási. És nagyon, igen, azt mondom, hogy
amit megfogalmaztak a fiúk is, hogy az a pozitív energia, ami ti kettősötökből minduntalan árad, ez ránk is átragad. És voltak éppen itt a végén, már nem is figyeltem, hogy ki hogy énekel, meg mit énekel, és egyáltalán miért énekel. Én is jól éreztem magam, elvittetek egy ilyen teljesen tévolyodott világba, szórakoztam. Nagyon köszönöm nektek az eltelt. Nagyon köszönöm mindent, tényleg.